A Honfoglalók című regény az Etel köztől a jelenlegi Haza földjéig, Árpád fejedelem haláláig kíséri nyomon a Duna-Tisza tájaira érkező magyarok vándorlását, a nép küzdelmét a fennmaradásért, az új haza megtalálásáig a Kárpátok koszorújában. Az írónő Kenese Erzsébet a honfoglaló magyarság történelmével 30 évesen kezdett tudományos igénnyel, történelmi alapokon nyugvó tényszerűséggel foglalkozni. A magyarság történelmi trilógiájának első kötete, a Honfoglalók, 1940-ben jelent meg Budapesten. Lebilincselő formában tárul fel előttünk a múlt, ebben a régi magyar nyelvemlékek szókincsét fölelevenítő történelmi regényben. Komáromi János Pataki diákok című könyvében nem csak a magyar művelődés református fellegvárának állít emléket, hanem a szerző saját nélkülözésekkel teli gyermekkorát is beleötvözte, Barla Jóska, ő maga. Első nyomtatásban megjelent írása is Sáros Patakhoz kötődik, gimnazista korában írta a Gyalog az Alföldön című útirajzát, amellyel elnyerte a Magyar Turista Egyesület első díját. Jelen kötete Sáros Patak örök deákságának regénye. Magyarország, 50-es évek, kaposvári vasutas iskola. A rideg falak közé szorított mesterséges társadalom az életre, azaz a szintén mesterséges diktatúrára épülő társadalomban való boldogulásra neveli a gyerekeket. Milyen is az intézeti élet? Pokrócozás és zseblámpa melletti olvasás, négyszögletesre berakott ágyak és kenyérharc. Közben vasfegyelem és szerepkörök. Kis királyok, talpnyalók és masszerek, az egyén vérbe folytott lázadási kísérletei és behódolt nyáj. A népelnyomás romantikája és valósága. A Kisbakter az intézetben című könyv hozzásegít ahhoz, hogy olvasóként átélhessük, mivel kellett megküzdenie diktatórikus békeidőben a gyermeki léleknek. Gesztenye Guszti kalandos életének epizódjai a gyermeklélek rejtelmeiben, a gyermeki képzelőerő mindent lehetővé, elérhetővé tévő birodalmába kalauzolja az olvasót. A meseszövés által az iskolai élet öröme, esetleges fonákságai kerülnek előtérbe, Móra Ferencre jellemző szelíd csipkelődő formában. A mindennapok lelki bánatait a derű, a gyermeki furfang oldja fel, a magyar mesevilágban is megtalálható fordulatok segítségével. Egy óvodáskorú kislány, Tündér Anna, gombászni indul az erdőbe. Találkozik Hétfő Lázár, nyugalmazott hosszújáratú sorhajú kapitánnyal, aki egy öreg tölgyfa odúján át bevezeti egy titokzatos világba, ahol a mozdonyvezetőt Csütörtök Zénónak, az időhorgászt Kett Gáspárnak hívják, és amelyben a jókívánság tündérnek és a fordított visszhang Szikla gonosz szellemének is nagy szerep jut. A Tündér Anna kedves eseményeiben követhető történet. Mesevilága a kisebb, alsó tagozatos gyermekeknek szól, annak a korosztálynak, akik még szülői felügyelettel olvassák a történetet. A Kelekkutya király című kötet főként állatokról szóló vidám meséket tartalmaz. Időrendben a Szú és a Moly, valamint a Csacsi Szamár című mesék születtek meg először, ezek gyermekolvasók között elért sikerén felbuzdulva kezdett a költő a további meseírásába. Fecske Csaba életigelő természete átüt a versek mesevilágán, a könyv darabjai derűsek, humorosak és könnyen érthetőek. Minden versmese vagy mesevers megjelent már gyermeklapokban, vagy napi és heti lapok gyermekrovataiban. Így lesznek gyermekek, akik már a megismert meséket fogják újraolvasni kisebb testvéreiknek. Lukács János Tücsök lovag meséi című kötete 18 rövid mesét tartalmaz. Az irodalmi igénnyel megfogalmazott szép és tanulságos történetek szereplői gyermekek, felnőttek, mesés állatfigurák.
A mesék szeretetről, barátságról szólnak humorral, kedvességgel, és végül mindig életre szóló, mégsem szájbarágósan megfogalmazott tanúsággal. Az állatfigurák a történetek során kibomló emberi karakterrel rendelkeznek, az ősi tanmesékhez hasonló módon. Az önálló történetek az évszakok változásának sorrendjében követik egymást, a gólyák tavaszi megérkezésétől karácsony szép ünnepéig. Az életszerű, de a mesés besztercebányai környékre a szerzőnő Kosáriné Réz Lola gyermekkorába kalauzoló könyvében, a Babakanában már az első lapokon megelevenednek a babaházikú lakói, sőt a gyermekekhez oly közeli állatvilág hősei, és persze antihősei. Születésnapra készül a kisicuka és családja, de egy záporos éjszakán váratlanul eltűnik a babaház egyetlen babakanala, a kisicuka Genoveva babájának kedvenc evőeszköze. A kanál visszaszerzésének története mesés elemekkel gazdagon vezet el a babaszoba máig érdekes világának titkaiba. Tócsány Péter Méhecske sírató című kötete gyermekirodalmú kísérletező ágát gazdagítja. A szerző gyermekversei talán hamarabb jelen voltak irodalmi köztudatunkban, mint felnőtt verses kötetei. 1970-től 19 éves korától közölte a kisdobos Tócsány Péter gyermekverseit. Ekkortól kezdve három reprezentatív gyermekválogatásba is bekerültek, és kedveltek, ismertek lettek az ebben a műfajban írott darabjai. Ennek ellenére legfőképpen családja számára gyermekei fokozódó érdeklődése mellett gyűltek a Ternovszky Béla által illusztrált kötet munkái. Füzesi Magda minden versében ott bujkál a homo ludens, a játszó ember, aki tudását játékkal adja át a gyermek lelkének, fantáziájára bízva a tündéri megértés munkáját. S hová viszik a napot? Csodálom, hogy nem tudod. Elviszik a napkórházba, ott sürög már minden bába, ki szakmáját becsüli, ó évnéni az új évet, pontban éjfélkor szüli. A kapunyitogató mind a négy évszak élményébe beavatja a gyermekeket, miként a kötet felosztása is sugallja.